nincs már meg az a valós tényállás, hogy itt sokkal több bűneset, vagy sokkal erőszakosabb bűncselekmények történnének, mint mondjuk a városnak a más részein. Ezzel a kisfilmmel kezdődött a bűnmegelőzési előadás ebben a nyíregyházi szakgimnáziumban. Április 12-e a bűnmegelőzés napja, melyet idén először tartanak meg országszerte a belügyminiszter javaslatára. A prevenciós tevékenység, valamint a bűnmegelőzés kerül a középpontba azokon az előadásokon, melyeket általános és középiskolák mellett más közösségi fórumokon is megtartanak. A széleskörű együttműködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, továbbá az áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya nyíregyházi Évízben tartott előadásából kiderült, megyeszerte egyre kevesebb bűnesetet regisztrálnak a hatóságok. Akár Szabolcs megyében, akár pedig Nyíregyházát tekintve azt lehet kijelenteni, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 6-8 évben folyamatosan, tendenciósan és jelentősen csökken. Az, hogy ennek milyen szerepe van a bűnmegelőzésnek, nyilván ezt nehéz megmondani, de nyilván az emberek sokkal nyitottabbak és elfogadóbbak ezzel a területtel kapcsolatban, sokkal inkább az önszerveződéseik, az önvédelmi képességeik nőttek. Én azt gondolom, hogy ezzel a tevékenységgel tovább lehet fokozni ezt a fajta prevenciós összefogást, és ez okot adhat arra, hogy ez a tendencia folytatódik majd a jövőben is. Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője elmondta, alapvető cél a bűnmegelőzés és az áldozattá válás elkerülése. Hozzátette, maga a bűnmegelőzés komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, korábban a vagyonvédelem volt a fő profilja, megyénkben az elkövetett regisztrált bűncselekmények 70%-a ide tartozik. A másik vezérfonal az iskolai prevenció volt. Ezek bővültek, most a fő fonalat az áldozatvédelem, a kapcsolati erőszak megakadályozása, a szépkurak védelme, az internetbiztonság és a drogprevenció jelenti. Az Évízben tartott első bűnmegelőzési előadáson az osztályvezető elmondta, minden évben lesz egy fő téma. Kevésbé ismert a környezetvédelmi és az építészeti bűnmegelőzés, mely utóbbi az idei fő témakör a bűnmegelőzési napon. Ez egy teljesen új terület a bűnmegelőzésnek, kicsit talán újszerűnek is tűnik túlságosan, de arról van szó gyakorlatilag, hogy akár a magánemberek a magánlakásai, családi házak kialakításánál, vagy akár a közösségi terek, parkok, közterületek kialakításánál vannak olyan építészeti megoldások, amelyek azt eredményezik, hogy a bűnelkövetés lehetőségét az csökkentik, illetve a lehetőség van arra, hogy nem csak a tervezés időszakában, hanem már létrehozott új terület, ugye már meglévő területek vonatkozásában olyan módosításokat hozzanak létre, amelyek azt eredményezik, csökken a bűnelkövetés. Az osztályvezető hozzátette, ezek olyan építészeti megoldásokat jelentenek, amelyek következtében például átlátható, tiszta parkokat alakítanak ki a közterületeken, ahol a bűnelkövetők számára nő a lebukás esélye, vagy a magánházaknál úgy rendezik be a kerteket, hogy azok sövénnyel jól elhatároltak, és egyúttal megközelíthetetlenek legyenek, a kertek viszont jól áttekinthetőek maradjanak. Emellett a bűnmegelőzés egyik alapfeltétele a térfigyelő kamerák telepítése.